Egész így tele volt emberekkel, meg tudod, így hátranéztem, és így kígyózott be a tömeg egészen a körült, így tök jó érzés volt. De zsekák egyáltalán nem is voltak. Zsekák nem is voltak. De volt pár kis busz a hídlábánál, meg ilyen lovasokkal szaladgáltak össze-vissza, de... És olyan durva volt, mint 15-en? Nem volt ilyen, semmi köszönöm. Hello. Ti csináltátok azt a balhét? Milyen balhét? Nagyon jól tudod, szétverítek a fürdőszobát, még egy csomó dolog eltűnt. Hagyjál már. Nem, Zsófi? Nem, biztos, hogy nem ők voltak. De biztos, hogy ők voltak. Nem, ők csak ketté jöttek a Kieglerrel, nem igaz? Találkoztunk is a teraszon, nem? Ne nézzél már teljesen Madának, és akkor ki volt az a másik két figura? Mit tudom én, hagyjál már. Ne szórakozz, már láttam, hogy négyen jöttetek be. Jaságod, ne fárasszál, mert akkor esek fel, meg bazd meg. Jó reggelt. Öröm látni a tudásszomját, aki pihent tarcokat. Érdeklődnék. Hát, tanár úrnak jelentem, süt a nap, egy hit van a súlyból. Jól érzem magam, kiegyensúlyozott vagyok. Ja, és nem hiányzik senki. Mérhetetlenül boldog vagyok. Na, Kiegler, az hiányzik. Megszoktuk. Petya. Igen. Tudsz valamit Kieglerről? Nem tudom, biztos beteg. Beteg. Na. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem? Jó van! Szóval, az a döntés született odafent, mármint a minisztériumban, ami a közelgő érettségi vizsgát is sokban befolyásolja, hogy tekintettel a politikai helyzet alakulására az 1945 utáni érettségi tételek történelemből nem képezik az idei vizsgatárgyat. Ez mindannyiunk számára öröm. Nektek azért, mert 4 tétellel kevesebbet kell megtanulnotok. Számomra pedig azért, mert ami ebben áll, az elképesztően magas valóságtartalma ugyan, de 100%-osnak azért nem mondanám. Milyen sokább annál úr! Kiegler, fiam, elnézést, hogy elkezdtük nélküled az órát. Ugyan már semmi. Jó hírről lecsúsztál, mondom a rosszat. Juhászné tanárnő üzeni, hogy amennyiben nem jelez meg az óráján, nem enged érettségizni. Köszönöm szépen a hasznos információt. Szívesen, fiam. Boldog új évet. Viszont.